Köszöntök mindenkit, Magyar Csongor vagyok, de hívjanak csak Csongornak, a magyart inkább anyaguljuk. Bizonyos nevekről jobb nem beszélni, mint a téli ünnepről, vagy Szent Király Alex. A rohadt életbe. Elnézést. Most, hogy 6. hete nincs hagyományos kormányinfó, kicsit kezd túl nagy lenni a nyomás. De mi vagyunk, és ez a plusz. Kezdjük is el. Eredményes hetünk van, kikerült megint egy bizonyíték, ami lebuktatja az ellenzéket. Igen, Magyar Péter felvételéről van szó. Mondjuk én nem hallgattam bele, de annyit így is elmondhatok, hogy ez a felvétel nem a kormányra, de még csak nem is Varga Juditra vett rossz fényt, hanem a komplett magyar ellenzékre. Amit a felvétel kikerülése óta művelnek, tökéletesen jelzi, mekkora káosz van a fejekben. Eddig az volt a bajuk, hogy egy szavát sem lehet elhinni a kormánynak, meg hogy az igazságügyi miniszter is hazudik. Most meg azzal jönnek, hogy Varga Judit igazat mond. Mi ez a fejetlenség? Nem tudja a jobb kész, hogy mit csinál a bal? El kéne már dönteni, hogy akkor hazudik Varga Judit, vagy igaz, hogy belenyúlnak az ügyészségi iratokba. Szánalmas. Meg a másik. Amikor Pegazussal hallgattuk le politikusokat, meg újságírókat, akkor meg az volt a baj, hogy jaj, csúnya kormány, képkedik, most meg hú, de király, hogy lehallgatnak egy embert. Bocsánat, nőt. Érti még valaki a nem fideszeseket? Komolyan, alig 2 perces a hangfelvétel, de egy másik orbitális ellentmondásra is rámutatott. Eddig azért nyivákoltak a libernyákok, hogy Polt Péter nem engedi kivizsgálni azokat az ügyeket, amik fideszes politikusokhoz köthetők. Most meg azon megy a rinyálás, hogy a főügyész nem is tudja, hogy mit írnak az iratokba. Mi van? Kedves ellenzék, mi lenne, ha szépen csendben elfogadnátok, hogy Magyarország igazságügyi minisztere nem mondott igazat? Köszönöm. És ha már Varga Juditról beszélünk, mindenkinek ajánlom, hogy nézzék meg a 2 órás Frisbee interjút, az igazi újságírást. Ugye? Gulyás Marci. És sírjanak. Sírjanak azon, hogy mi történt szegény asszonnyal. Hogy Gulyás Gergelynek, Bajár Zsoltnak, de még Orbán Viktornak is némán kellett tűrnie egy asszonyverő őrült, évtizedes álmokfutását, tétlenül kellett figyelnünk, ahogy Varga Judit szenved. Bárcsak valaki tehetett volna bármit Magyar Péter ellen, de sajnos nem. Ez a narcisztikus agresszor be volt betonozva azokba a pozíciókba, amiket csak a felesége miatt kaphatott meg. És akkor még nem is beszéltem arról a több száz emberről, akiknek ez az alkalmatlan pojáca a főnöke volt. Szörnyű lehetett. Bár valaki csinált volna valamit. És ha már a szörnyűségekről beszélünk, tényleg nem értem, hogy mi történhetett Bencsik Andrással. Hogy miért szurkolta most vagy soha nézése közben az osztrákoknak? Eddig a kollégákkal arra jutottunk, hogy Bencsik András momentumos lett, de igaz, akkor a románoknak szurkolt volna, szóval ezt elvetettük. András, szerdán 12-kor kérlek jelentkezz a központban, beszéljük meg a dolgokat, és egyúttal nagy szeretettel gratulálnék a közelgő nyugdíjazásod alkalmából. És most a kérdések, de... Siessünk, mert még locsolnom is kell, tessék. Mit keresett az alkotmányos rend erőszakos megdöntésére való készüléssel vádolt Bolsonaro brazil ex-elnök a magyar nagykövetségen? Köze van ahhoz, hogy a hazájában büntető eljárást indított? Az elnök úr csak a híres magyar vendégszeretetet akarta megtapasztalni. Kapott is pizzát, kávéfőzőt magától a magyar nagykövettől. Mi ebben a kérdés? Hát, körülbelül ugyanez történt a volt macedon kormányfővel is, Nikola Gruevskivel is. Amikor 4-szer elítélték a hazájában, Budapestre szöktették. Állítólag, egyesek szerint. Mások szerint a saját lábán jött, és a magyar külügynek semmi köze azokhoz a fekete autókhoz, amikbe... Vagyis tudja mit? Mondok maguknak valamit. A spekulációk helyett inkább Magyar Péterrel foglalkozzanak, jó? Következő kérdés, tessék. Miért kapott kegyelmet K. Endre? Kicsoda? Szerintem hallotta a kérdést. Igen, csak nem hiszem el, hogy még mindig ezen rugózunk. Hagyjuk már ezt az álbotrányt. Még azt is bemondattuk a főügyésszel a maguk kedvéért, hogy tudja kicsoda Tóni Ádám és Barbara. Inkább ezzel... Vagyis inkább Magyar Péterrel foglalkozzanak. Azzal, hogy hogy kerülhetett ilyen pozíciókba egy ilyen ember, és miért nem csinált senki semmit 10 éven keresztül. De le is járt az időnk sajnos, a jövő héten találkozunk, addig legyenek máshol. Majdnem elfelejtettem. Ezt
a hölgyeknek küldöm sok szeretettel. Szóval, Zölderdőben jártam, Magyar Pétert láttam, slim fit volt, nem pufi, a viszontlátás. Nem mondok újdonságot azzal, hogy ma Magyarországon lassan megfizethetetlenül drága az üzemanyag. De talán nem tudja mindenki, hogy egy Lamborghini Murcielago nem éppen 5 litert fogyaszt 100 kilométeren. Ezért kérem önöket, segítsenek egy Patron előfizetéssel, vagy mi ez, hogy minden nap meg tudjuk tankolni az autót. Köszönöm a figyelmet!